A műsor támogatója az MVM Partner ZRT. Az idei nyár hőhullámai és a csapadékmentes őszi időszak hatására a kiskunsági szikes tavak többségéből teljesen eltűnt a víz. Az egyébként is sekély vízű szikes tavak helyén csak a felrepedezett és messziről fehérlő tófenék látszik. A tavak környékéről a táplálékhiány miatt elköltözött a madárvilág is. A jelenség nem szokatlan ezen a vidéken, az egyébként is alacsony talajvízszint miatt, de az utóbbi években a szárazság miatt egyre gyakoribb. A tómeder peremén a gyér növényzetet csak a kifejezetten sótűrő növények alkotják, mint a magyar sóballa vagy a zsiókának nevezett szikikáka. A szikes tavak rovarvilága már hozzászokott az időszakos kiszáradáshoz, és a repedések nedves mélyén várja ki a víz visszatértét. A kiszáradás egyedül a vonuló madarak számára jelent problémát, mivel ezek tömegei rendszerint ezeknél a tavaknál töltöttek néhány hetes pihenőt. A várható őszi esőzések még feltölthetik a tavakat, amelyeket ekkor ellephetik majd a délre vonuló sós vizet kedvelő madárseregek. A műsor támogatója az MVM Partner ZRT.